A Karöltve Szekszárdért civil csoport már több mint 2 éve jelen van Szekszárd életében, ha adományozásról van szó. Idén viszont a hagyományoktól eltérően igazán emlékezetessé szeretnék tenni a karácsonyi ünnepet a rászoruló családok részére. Tavaly inkább a gyerekek számára gyűjtöttek játékokat, papírírószert és édességet, idén viszont azt szeretnék, ha olyan élelmiszerekkel járulnának hozzá az adakozók a hátrányos helyzetű családok karácsonyához, amikből ünnepi lakoma kerülhet az asztalra. Mivel a karácsonyt a legjobban a gyerekek várják, így a civil csoport úgy gondolta, hogy igazán emlékezetessé teszi az idei ünnepet. A karácsony az a családoknak az ünnepe és a gyerekeknek az ünnepe. Ugye a gyerekeket is lepjük meg valamivel, és itt megint csak azt szeretnénk kérni, hogy ne játékokkal és plüss állatokkal halmozzanak el bennünket, amit nagyon köszönnénk, de most inkább azt szeretnénk, hogyha élményeket biztosítanának a gyerekeknek. Tehát például nagyon sok családnak gond azt, hogy fizessenek egy osztálykirándulást. Tehát lehet karácsonyra ezt adni ajándékba, hogy kifizettem az osztálykirándulásodat. Vagy megajándékozni a családokat egy karácsonyfával például. Most igaz, hogy nincsen nyár, de egy élményfürdőbe is lehet venni egy belépőt, egy mozi előadásra, karácsony előtt biztos, hogy lesz a Babits Művelődési Központban karácsonyi mese, mert szokott lenni, oda is lehet venni belépőt, tehát csupa élményszerű ajándékra gondoltunk. De ide tartozik például az is, hogy ismerkedjenek meg ezekkel a családokkal. Ezt szokták és az adományozóink tenni, és van, aki meghívta őket például ebédre. Tehát egy karácsonyi ebédre hívjuk meg őket például, advent bármelyik vasárnapján, vagy süssünk együtt a gyerekekkel mézes kalácsot. Én azt gondolom, hogy rengeteg lehetőség van, és hogyha ezt valaki végig gondolja, akkor igen kreatív ötletek tudnak születni. A csoport tagjainak a száma a megalakulása óta több mint 5000 főre emelkedett, és a segíteni akarásuk azóta is töretlen erővel tart. Erre figyelt fel egy országos szervezet, akik díjra is jelölték a szekszárdi csoportot. A Mutass jó példát kampány célja, hogy olyan egyesületeket, csoportokat, önkénteseket ismerjenek el, akik önzetlen segítségükkel példát mutatnak a környezetükben élő embereknek, ami által pozitív változást hoznak egyének és családok életébe. Egy budapesti szervezet, a Mutass jó példát, ez egy közhasznú alapítvány keresett meg minket a nyáron, hogy szeretnének kijelölni egy országos díjra, és hogy igazából pont azokat az értékeket képviseljük, amiket ők is célnak tűztek ki, tehát ez a példamutatás, közösségépítés, és itt a közösségért való jó példa, ez volt a cím, amiben minket indítottak. Hát nagyon szépen köszönjük a csoporttagoknak, mi ezt egyszer kiposztoltuk, mert gondoltuk, hogy majd, tehát ne az irányítson minket, hogy mennyi ismerősünk van, hanem ha a jó Isten ezt szeretné, és az emberek is, és hát fölkaroltak minket, mert hát én nagyon-nagyon sok szavazatnál járunk, tehát igazából nincs is kérdés, úgy látom, hogy pár hét múlva lezárják, és itt ez egy országos elismerési díj lesz, és ez nekünk azért nagyon-nagyon számít, és jól esik, hogy erre jelöltek minket, és ennek érdemesnek tartottak ennek a díjnak a jelölésére. Azok a pillanatok mozdítanak meg minket, amikor tömegek mozdulnak meg valamiért, valakiért, egy jó ügyért, a reményért, a lelkiismeretért, vagy akár csak egy ember a másikért. Amikor tudunk tenni valami értékeset, maradandót, hasznosat. Nem én vagy mi, hanem együtt, mondta el Nagy Anita. A Karöltve Szekszárdért csoportra december 10-ig lehet szavazni a Mutass jó példát kampány oldalán.